Köszöntöm a pécsi körnézőit. Népművészeti fesztivál fotókiállítása menekültek napja alkalmából, erkély koncert és évadajánló, illetve bemutatkozó kiállítás. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Fotókiállítás nyílt a Menekültek Világnapja alkalmából. A tárlatot Baranya megyei karitatív szervezetek hozták létre. Az önkéntesek és a tagok önmaguk készítették a felvételeket a menekültválság során zajló történésekről, működésükről. A kiállításnak a Pécsi Tudásközpont ad otthont. Életképek, melyek meghökkentőek, fájdalmasak és egyben rendkívül emberiek, nemesek a cselekedetek a segítségnyújtásnak köszönhetően. Önmagukról, önmagukért beszélnek. Ezek a fotók emlékeztetnek a háborús övezetek sújtotta emberek sorsára és azok támogatására. 2001 óta június 20-a a Menekültek Világnapja. Az ENSZ közgyűlés által kinevezett különleges dátum. Napjainkban nem csak az emlékezés kerül előtérbe ezen a napon, hanem, mint tudjuk, igen aktuális az egész világon. Persze nem minden ilyen szomorú, mert igaz a mondás, öröm kapni, de nagyobb öröm adni. És itt lépnek be a karitatív szervezetek. Ennek kapcsán a Baranya megyében lévő karitatív szervezetek, melyek a menekültek megsegítése ügyében is együttműködnek, az elmúlt években az általuk készített fényképekből egy kiállítást rendeztek Pécsen a Tudásközpontban, mondta Besenci Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitasz igazgatója, a Baranya megyében működő karitatív szervezetek képviseletében. Sok menekült van a világban, több millió ember kényszerül elhagyni otthonát a háborús helyzet, a háborús konfliktus vagy egyéb más problémák miatt, és ugye erre szerveztük ezt a fotókiállítást, hogy a figyelmet fölhívjuk arra, hogy ez egy létező probléma. A fotók, amiket itt ezzel a kiállításon lehet látni, a karitatív szervezetek saját fotói, azokban a helyzetekben, azokban a szituációkban készültek, ahol tényleges segítségnyújtás folyt, akár itt Magyarország területén, most a jelenlegi helyzetben is, ugye a magyar-ukrán határon jelen vagyunk folyamatosan, a karitatív szervezetek jelen vannak, és a fotók ott készültek, illetve a 2015-ös menekült válság kapcsán is nagyon-nagyon sok munkánk volt, ott is sok fotót készítettünk, és ezekhez kapcsolhatók ezek a felvételek. A lelki vigasz nagyon fontos. A szeretett szolgálatok ezt is megadják a rászorulóknak. Nagyon-nagyon sok olyan helyzet van, amikor a menekültekkel találkozunk. Személyesen is részt veszek ilyen missziókba, és találkozunk emberekkel, akik a háborús helyzetnek köszönhetően kényszerűek elhagyni otthonukat, és hát ők egy menekült krízisbe, egy háborús krízisből érkeznek, és ezek olyan lelki megrázkódtatások, olyan lelki történetek, amikor nagy szükség van arra, hogy ha mással nem egy megnyugtató szóval, vagy egy megnyugtató gesztussal forduljunk feléjük, és ebbe a szituációba így támogassuk őket. Nagyon-nagyon sok ilyen helyzet van egyébként, és ez egy valós
hogy mondjam, szituáció az önkéntesek vagy a munkatársak részéről, amikor ilyen fajta segítséget kell adni. A segítségnyújtás leghatékonyabb módját a karitatív szervezetek összefogásában látják. Ezért a Máltai Szeretett Szolgálat, a Pécsi Egyházmegye Katolikus Karitász, a Híd Gyülekezete Szeretett Szolgálata és a Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezete összefogott a menekültek megsegítésében és ennek a kiállításnak a létrehozásában. Népművészeti fesztivált rendeztek a Kárpát-medence különböző helyszínein, amiben Pécs is részt vett. A Csóri Sándor Népművészeti Fesztiválon közel 20 ezer táncos, zenész, képzőművész vett részt. A cél, hogy bemutassák az 5 évvel ezelőtt indult program eredményeit. A Harkatánc együttes a színpadon, ezen a felvételen. A Harkányi együttes részt vett a Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál pécsi helyszínén. 2001-ben alakult a táncsoport, tehát tavaly voltunk 20 évesek, most a járvány miatt idén fogunk egy jubileumi bemutatót tartani. Most ezen a fesztiválon felcsiki táncokat fogunk bemutatni. Az együttesnek az a fő célja, hogy a Kárpát-medencében található táncokat tanulja, bemutassa, illetve hozzátartozó viseleteket gyűjtse. Tehát mind magyarországi, mind pedig a Kárpát-medencében fellelhető táncokat táncoljuk, ezekből tehát ugros táncokat, erdélyi táncokat, felvidéki táncokat táncolunk. Ez most egy felcsiki viselet, igazából, ugye itt jellemző ez egy erdélyi, hát a párom ő ugye süveget húzott, tehát nem feltétlenül kell mindig kalapot húzni, eléggé tipikus ez a székely nadrág. A hímzés az különböző lehet, ő most éppen pirosat, ez felcsiken azért megtalálható, különböző csikozások lehetnek, tehát általában a piros-fekete a megszokott, de ugyanúgy lehetnek benne zöld, kék és barna elemek, attól függően, hogy ki milyen viseletet szeretne felhúzni. A megye minden részéről érkeztek táncosok Pécsre. 19 évvel ezelőtt alakult Sátorhelyen egy csoport, akikhez azóta nagyon sokan csatlakoztunk, de mindannyian vagyunk már sátorhelyiek. A környékbeli magyar néptáncot kedvelő emberek és családok jönnek ide, és a családokat külön kihangsúlyoznám, nagyon családias és több generációs a mi egyesületünk. Az elmúlt 5 évben már utánpótlás gyerekcsoportunk is van. Sátorhely Mohács mellett egy kis falu, ahol nekünk csuda jó bázisunk van. Remek helyet adnak nekünk, és nagyon jól támogatják a közösségünket. A magyarok mellett nemzetiségi csoportok is bemutatkoztak. Az együttes 34 éve alakult, tehát jövőre lesz egy kerekebb jubileumunk. Kezdettől fogva Pécs környékén élő horvátok fiataljaiból, bosnyák-horvátok fiataljaiból alakult, de aztán csatlakoztak hozzá más magyarországi horvátok is. Első feladatunknak ennek a kultúrának a ápolását, őrzését, gyűjtését, bemutatását és az utódoknak való továbbadását tekintjük. Ki gondolta volna, hogy görög tánccsoport működik Pécsen, pedig léteznek már évek óta.
2009-ben alakultunk, és görög-makedon tánccsoport a Észak-Görögország Macedon vidékeinek, illetve Észak-Macedóniának a határmenti táncait táncoljuk. A viseletünk az most egy görögországi polgári viselet, de Macedónia területéről. Csak néhány együttest tudtunk bemutatni a fesztiválról. A rendezvény célja, hogy a nagy nyilvánosság előtt megmutassa az 5 évvel ezelőtt indult Csúri Sándor program eredményeit, a népművészeti mozgalom kiemelkedően magas színvonalát, résztvevőinek sokaságát. Évadzáró erkély koncertet tartottak a Pécsi Nemzeti Színházban. A programnak szokás szerint a teátrum terasza adott otthont. Lipit Zsolt színházigazgató a következő 2022-23-as évad részleteit is ismertette. Évadzáró erkély koncertjét rendezte meg a Pécsi Nemzeti Színház. A népszerű programsorozat lényege, hogy a teátrum művészei az épület teraszáról adnak mini koncertet. Az érdeklődők szép számmal gyűltek össze a színház téren, ahol Lipit Zsolt igazgató osztotta meg a közönséggel az új 2022-23-as évad részleteit. 340 előadást tartottunk az elmúlt évadban. 95 ezer néző látogatott el hozzánk, a látogatottságunk 90% feletti. Köszönjük, hogy kíváncsiak voltak ránk! Nem győzöm hangsúlyozni interjúkban, nyilatkozatokban, hogy önök nélkül természetesen ez nem valósulhatna meg. Nagyon hálásak vagyunk ezért, és megköszönjük, hogyha a jövőben is kíváncsiak lesznek rá. Hogy a kíváncsiságokat még jobban felkeltsem, engedjék meg, hogy ismertessem a következő évad, a 2022-2023-as évad új előadásait, tehát a bemutatóit. Elsőként a Nagyszínházban a nagyszerű Pécsi Balett a Zorba című táncjátékkal jelentkezett. Ezt követi Kenny Ludwig Primadonnák című bohózata, amelyet Vidákovi Szláven barátom, a Pécsi Nemzeti Színház művészeti vezetője rendez. Ezt követi a következő évadunk szerintem legnagyobb duranása, ha élhetek ezzel a kifejezéssel, egy szuperprodukciónak ígérkező előadás, mégpedig Joe Kander, Fred Ebb, Bob Fosse, Chicago című musicale, amelyet a Pécsi Nemzeti Színház Társulata a Pécsi Balettel együttműködésben készült el, tehát a Pécsi Balett táncművészei fognak táncolni. A koreográfus Vince Balázs lesz, harangozó díjas érdemes művész, az előadást pedig Vidákovi Szláven rendezi. Én hálam nincs kihallgatás, böcsek dolog a hallgatás, mindig felhős a homlokon, ahol javánod. Kedvelek nem érdekel, finom hosszú ebédekkel, elég-telik egész napon, alig, hogy állok lábamon. A következő évadból ennek az előadásnak a kapcsán egy művész, egy sztárt szeretné kiemelni, aki az előadásban Morton Mama szerepét, a Mutter szerepét fogja játszani, aki először lép a Pécsi Nemzeti Színház színpadára, illetve hát megfordult már, de a Pécsi Nemzeti Színház produkciójában még soha nem játszott, és kérésemre, nagyon nagy örömömre, örömünkre elvállalta a felkérést, tehát Morton Mama szerepében Szulák Andreát fogják látni. Ezt követi Molnár Ferenctől az Üvegcipő vígjáték, amelyet Funk Iván rendez. Egy operát is bemutatunk jövőre is, természetesen ismét magyar nyelven, de ezúttal magyarul és angolul is feliratozzuk, mégpedig Rossinitől a Szevillai Borbély című vígoperát. Ezt egy világhírű hölgy rendező, nagyon fontos számomra, hogy a hölgyeket is reprezentáljuk a Pécsi Nemzeti Színházban. Az ő nemük is reprezentálva legyen, egy hölgy fogja rendezni, Nina Klefki.
A nagyszínházi bemutatók sorát Euripidész médiája zárja Bozsikivet Kossuth Díjas érdemes művész rendezésében, akit nemrég választottak a Halhatatlanok Társulatának tagjai közé. Innen is nagyon sok szeretettel gratulálunk. A Kamaraszínházban is újdonságok várják a közönséget. Bemutatjuk Daniel Defoe Robinson című regényéből készült ifjúsági előadásokat Robinson címmel, amelyet Boráros Milada alkalmazott színpadra és Boráros Szilárd rendezi. Ezt követi a már ismert Ökör, ezúttal a második verziója, az Ökör 2, összes kötelező röviden Tóth Zoltán rendezésében, irodalmi osztálykirándulás, ős bemutató. Paolo Genovese teljesen idegenek című vígjátéka a következő a sorban, amelyet szintén egy nálunk első ízben rendező rendez, Bagó Bertalan, Jászai Marigyős rendező, aki először dolgozik a társulattal, várjuk őt szeretettel. Ezt követően bemutatjuk Molière-től a Don Juan-t, ami egy vígjáték, Kelihai Péter állít a színpadra. És ezt követi majd Engelbert Humperdinck Jancsi és Juliska című meseoperája, operaigazgató Gulyás Dénes Kossuth Díjas művész rendezésében. Új bemutatókért érdemes ellátogatni a Horváth Színházba is. Egy norvég, nem szerző páros, hanem szerző kvartett művel kerül színre, Királyrák krumpli fészekben címmel, egy komédia, amelyet Pécs két ikonikus művésze, két Kossuth Díjas művésze ad elő, ez egy kétszereplős darab, két hölgy története, és akik előadják Fári Íva és Ulrik Dóra. Az előadást Bőm György fogja rendezni. Az Elszabó Sándor teremben pedig az idén kerek születésnapját ünneplő, 70. születésnapját ünneplő városunk egyik legnépszerűbb művésze, Stencer Béla előadásában kerül műsorra az Elszabó Sándor teremben egy monodráma, mégpedig a Monarchia utolsó hóhéja voltak címben. Lipit Zsolt elmondta, hogy megújítják az egyik közönség kedvenc előadásukat, a Padlást. Emellett továbbra is műsoron marad a Nagymama, a Miniszter félrelép, a Csókosasszony, a Valahol Európában, valamint a Tanítónő, az Utánképzés ittas vezetőknek és a Mi utcánk, a Horváth Színházban pedig a Sóska sült krumpli. Augusztus 22-ig zárva tart a színház, de 23-ától már indul a bérlet és jegyértékesítés. Első önálló kiállítását mutatta be a Pécsi Babits Mihály Gimnázium 11. osztályos tanulója. Kersák Viktória már kisgyermekkora óta végez kreatív alkotói tevékenységet. A tárlattal célja, hogy berobbanjon a köztudatba és megmutassa tehetségét. Hogy egy alkotó szépen és élhetően tudjon rajzolni, képesnek kell lennie megfelelően látni azt, amit papírra vet. Meg kell tanulnia a vázlatszerűen látni, majd részleteket megrajzolni. Több egyszerű gyakorlattal elsajátítható, hogyan is másolja le pontosan azt, amit lát. Ezt a technikát alkalmazza a Kersák Viktória is. Én igazából mindig is rajzoltam, egészen kiskorom óta. Úgy igazán komolyabban ilyen 2010-11 körül kezdtem el foglalkozni vele, akkor mentem el jobb agyféltek és rajztanfolyamra. És hát ezeknek a képeknek a titka az, hogy én nagyon beleélem magam a rajzolásba, tehát amikor rajzolok, akkor nincs körülöttem semmi, csak a rajz, és a részletekre koncentrálok. Egy fotó alapján, vagy megegyezted ezt a fotót, és úgy rajzolod le? Bár úgy lenne, de igen, fotó alapján csinálom, általában úgy, hogy berácsozom, vagy így, hogy itt középen, meg szemmagasságban. Berajzolok egy vonalat, azt megrajzolom a saját üres lapomon, és utána már csak a képről másolom. Úgy emlékszem, hogy Munkácsi használta ezt Magyarországon, ezt a technikát, amikor ilyen festményeket nagyított és másolt. Nyilván ez nem másolat, hanem egy rajz, de hogyha bárki megnézi ezeket a képeket, azt fogja hinni, hogy ez fotó. Hogy kell elképzelni ezt a tanfolyamot, amit az előbb említettél? A jobb agyféltek és rajztanfolyam lényege, hogy ugye a jobb agyféltekünk az a kreatív agyfélteke, ez felelős a kreatív gondolkodásért, a rajzért és minden eféléhez. És az a lényege, hogy olyan technikákat gyakorlunk és alkalmazunk, amik aktiválják a jobb agyféltekéken és a bal agyféltekét, ami ugye az ilyen
kicsit koncentráltabb, esetleg tudományosabb, azt így félreteszi, és szinte teljesen kikapcsolja. És igazából az egésznek a titka az, hogy nagyon koncentrálunk és beleéljük magunkat. De rajztechnikák közül tudsz említeni párat, hogy mi az, amit megtanultatok? Hát én nagyon sokféle technikában rajzolok. Elsősorban ugye a grafitot használom, mellette még kedvelt technika a pasztelkréta, és ez azért személyes kedvencem, mert olyan, mintha sminkelném a papírt, és ez közel áll ugye egy nő szívéhez. Valamint még festeni is szoktam, az általában ilyen vízbázisú akvarell festékkel, de az akril is megfordult már a kezemben. Azzal főleg tájfestményeket szoktam csinálni. Én úgy gondolom, hogy a színes az mindenképp nehezebb, ugyanis a fekete fehér portréknél ugye a grafitot alkalmazom, és a grafitot azt lehet radírozni, a színes ceruzát sajnos nem, ezért, hogyha ott már elrontok egy kis részletet, akkor az már úgy marad, már csak javítani lehet rajta, de kiradírozni semmiképpen, és ezért nehezebb. A színesnél az árnyékolással mennyire bajlódtál meg? Ez egy nagyon érdekes kérdés, de szerintem az attól függ, hogy a kép mennyire minőségi. Tehát például van egy portrém a Will Smithről, ugye róla tudjuk, hogy ő fekete bőre van, és nála volt nagyon érdekes, mert nem is gondolnánk, de a színes részekre sárgát, narancssárgát kellett alkalmaznom, míg a sötétebbre ugye feketét és barnát is, de néhol még zöldet is. Melyik a kedvenc képed most ezek közül, amik itt vannak állítva? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mondanám, hogy Ewan McGregor portréja, mert ő a kedvenc színészem, de sajnos nem ez a kedvenc képem, hanem Robert De Niro. Ennek a legfőbb oka, hogy nagyon szeretem az idős férfiakat lerajzolni, mert nekik már jobban látszódnak a pórusaik, a ráncaik és a szakállak, azok a legjobbak, azokat a legjobb megrajzolni. A részletesség, ami fontos, vagy pedig a vonalvezetés? Szerintem mindkettő fontos, de hogyha választanom kell, akkor inkább a részletesség. Az Anthony Hopkinsról készült képed, az mennyi idő alatt készült el? Ha jól számolom, ilyen 6-8 óra, és ez már kevésnek számít. De a legtöbb úgy készült, hogy a háttérbe benyomtam egy kis filmet, egy kis zenét, de volt olyan is, igen, például Johnny Depp portréja nagyjából 6 hónapon át készült, mert ő nem zártam a szívembe. Viktória tanári pályára készül, jövőre fog érettségizni a Babits Mihály gimnáziumban. Nem csak a rajzolás és a festészet érdekli, énekel is. A kiállítás megnyitóján tanárát, Balázsi Szabolcsot kérdeztem arról, hogyan kapcsolódik a fiatal lányban a két művészeti ág. Viki 3 éve jár hozzám a Babitsban, a zenei tehetséggondozó program egyik alanya, a Babits Kamarakórus tagja, és hát már 9-dikbe kiderült róla, hogy nem csak az éneklés, hanem a viszonylag komplex módon érdekli őt a művészetek szinte minden ága, tehát rajzol, fest, szénnel, meg vérrel, meg mindenféle dolgot művel. Már jó értelemben szépen, és nagyon sok remek művet láthatunk. Például, amikor a Babits 80-as pályázatunkat csináltuk, akkor arra kértem, hogy Babits Mihályról konkrétan egy grafikát készítsen a költő arcáról, azt is ő készítette. És szóval őt 3 éve ismerem a suliból, gyakorlatilag tanítványom, és aztán bekerült a Voicingersbe is, hiszen a szorgalma, a kitartása az elvitathatatlan. Ő egy nagyon kétlábú járó lelkiismeret, aki túl azon, hogy ez talán egy sok jó tanuló, komplex esetleg művészetekhez értő gimisre is igaz lehet, az ő egyik különlegessége talán az, hogy tudja, hogy lehetőséget kell keresnie, és nem áll meg itt, hanem utána is megy, el is megy, fel is kutatja, meg is kérdezi, és le is szervezi, ugyanis az a mai nap itt teljes egészében az ő szervező készségét dicséri. Viktória kiállított portréi mellett egy nehéz helyzetben lévő gyerekekről készült képsor is helyet kapott. Mint mondta, az UNICEF gyerekjogi munkássága ihlette képekkel szeretné felhívni ő is a figyelmet a jelenségre. 2020 tavaszán, amikor karantén volt, akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni az UNICEF-nek a munkásságával, és ugyanígy a gyerekjogokkal is, és lelkes követője vagyok az UNICEF Facebook oldalának, és az olyan képek, amik megragadják a tekintetet, amik felhívják a figyelmet, hogy a gyerekek milyen rossz helyzetbe tudnak élni. Ezek szerintem nagyon fontos, hogy minél több emberhez eljusson, és ezért gondoltam úgy, hogy én is feldolgozom őket. A kiállítás július utolsó napjáig látható Pécsett a Tudásközpontban.
Ennyi volt már a Pécsi Kör kulturális magazin műsorunk. Friss adással legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Addig is viszontlátásra!